Szépen nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon nagy bajban vagyok a rövid idő miatt. Mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogyha arra jár, akkor nézzen be. Mert néha úgy látjuk, hogy a médiában, amikor rólunk tudósítanak, tehát mindig olyan érzésem van, mintha az egyik csatornán nézném a CNN-t, a másikon meg nem tudom a Hír TV-t vagy az ATV-t. Olyan különbség, hogy elvég ugyanarról beszélnek, és nem lehet ráismerni. És ezért javasoljuk, hogyha lehet, akkor inkább jöjjenek el Érpatakra. Érpatak 1800 fős település, számtalanszor mondtuk, hogy nekünk ez a világ közepe, tehát Érpatak a szívügyünk, nagyon fontos a hazánk, és nagyon fontos, hogy mi ott hazafiakat próbálunk nevelni. A ruhámmal kapcsolatban is egyébként, amikor jöttünk, a Valika mondta, hogy ezzel lehet, hogy probléma lesz itt, és akkor én mondtam, én nem is értem, tehát a hazafias szellemű csoportok azok folyamatosan megdicsérik, elismerik, mondom, ha liberális oldalon meg itt lesznek, ők meg nyilván a másságot nagyon szeretik, és ebbe a kavalkádba, ami a multikulturalizmusnak ideológiája, reméljük, hogy mivel ezt nagyon szeretik a másságot, és ők ilyen tolerancia erényét folyamatosan gyakorolják, akkor azt mondtam, hogy akkor ezt az én másságomat remélem nagyon fogják tisztelni, tehát nem is gondolom, nem is értettem, hogy mi lehet azzal, hogyha én most ilyen ruhában jövök, hogy ez kit zavar, mondom, érdekel a gondolkodás. Csak azért hoztam fel, mert én azt látom, hogy ma Magyarországon, itt a cigány kérdésben, vagy a cigány problémában, amit úgy neveznek, mindig ezt szoktam mondani, hangsúlyozni, hogy a helyi cigány közösség az egy áldozat. Tehát ahogy most, tehát ezt mondom, hogy és mindig, hogyha kérdezik, hogy minek az áldozata, mindig ezt is hangsúlyozom, hogy ennek a neoliberális ideológiának, ami ma tombol Magyarországon, teljesen intoleráns módon, kirekesztő módon, pontosan azokat az értékeket, amiket ő val, azokat nem sikerül neki gyakorolni. Tehát ennek az, így mondom, nagyon kártékony neoliberális ideológiának az áldozata, és egyre jobban a magyar társadalom is áldozata. Egy hasonlatot szerettem volna mondani egyébként, ezzel kapcsolatban, hogy Érpatakon van egy gyönyörű szép templom, több száz éves templom, és ott úgy hívták, hogy azt a kis dombot, ami nálunk hegynek számított a nyírségbe, tehát azt egy kis erdőnek is hívták, és ez volt az érdekes nagyon ott, hogy amíg az erdő megvolt a templom körül, addig a templom nagyon szépen állt, és nem történt semmilyen baja, és utána viszont levágták, tehát értelmetlen módon kivágták a fákat, és utána pedig azt vették észre, hogy megrepett a templom boltozata, meg az épülete. És akkor ezt már szakemberek mondták, hogy az volt a baj, hogy a fáknak kivágták, tehát mivel kivágták, ezért az összetartó ereje lecsökkent, és mindig ezt szoktam, és ennek a következménye volt az, hogy megrepett a templom. És ezt mondom, hogy ma a társadalmat így zúzzák szét, tehát a neoliberális ideológiával kiírtják azt a hagyományos konzervatív értékrendet, ami összetartotta a társadalmat, felemelte az embert, megnemesítette, gazdaggá, értékessé és minőséghordozóvá tette a mai társadalom, a közösségi ember, azokat a fákat folyamatosan kivagdalják a neoliberális ideológia nevében. Mondom, a multikulturalizmus, meg az értéksemlegesség, meg az egyenértékűség, vagy az egyenértéktelenítés nevében. És ezt mondom, és utána csodálkozunk, hogy ilyen lavinaszerű társadalmi válságok, problémák jönnek létre, aminek utána keressük az okait. Én mindig ezt hangsúlyozom, és azért is használom ezt a öltözetet, hogy mi azt mondjuk, hogy ne szaladjunk ennyire előre, tehát hogy minden korábbi értéket kidobálunk, és minden értékrendet gyűlölünk, és ezt mondom, hanem helyette mi a hagyományőrzést helyezzük Érpatakon a középpontban, annak ellenére, hogy néha mondom, nem is értem, hogy mindig a fegyelmezés oldalról próbálják meg kisarkítani a mi módszerünket, és ezekről a fontos részekről nem beszélt. Tehát Érpatakon a középpontban a hagyományőrzés van, és a hazafias nevelés. És ezt is egyébként szerettem volna ajánlani azoknak az embereknek a szemébe, vagy a figyelmébe, akiket érdekel ez a probléma, hogy el kell jönni Érpatakon, most is ezt mondom, hogy ennél jobban, hogy magyar hazafiakká neveljük a cigány gyerekeket is, ennél jobb módszer nem létezik. Elmondom, hogyha kell, eljönnek, megnézik, beszélgetnek velük, olyan szinten, hogy mit a gyerekek megkérdezik a tanítónénit, hogy tanítónéni, most itt ki a cigány? Nem tudják, hogy ki a cigány. És kérdezik a tanítónéni zavarba, és megkérdezi, hogy de szerinted ki a cigány? És akkor elmondja, hogy hát az, aki verekedik, nem tud viselkedni, elveszi a másiknak az élelmét, a könyvét, azok a cigány. De ugye mi nem vagyunk tanítónéni cigány, mert pont egyébként cigány származású kislány mondta ezt. És azt mondom, hogy hát mindig, tehát ez csak nagyon akartam mellesleg mondani, nagyon sokat tudnék erről beszélni. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy a magyar kultúrán keresztül, és egyébként most előkerült már itt a német úrtól is ez a gondot, ez nagyon fontos, hogy
ma, egyébként ahogy az ős magyar vallás, a táposít is elveszett, ugyanúgy a cigány kultúra is elveszett. Vannak foszlányok, és ezekből próbálják mindig, ezt mondom, nagy okos liberális bácsik, nénik összetákeszolni ezekből a foszlányokból a cigány kultúrát, és mindig ezt mondom, hogyha ezt nem tudjuk, és ez nincs meg, akkor kell egy olyan kultúrát keresni, amin keresztül ezt meg lehet valósítani. Ugyanúgy, ahogy mondom, a magyarságnál, mikor az ősvallás elveszett, meg nincs, ezért a kereszténységgel pótoljuk. Mi azt javasoljuk Érpadakon, hogy a magyar kultúrán keresztül kell ezt valósítani. Ez is mindig félrevezetik, mindig félremagyaráznak. Nálunk a magyarság és a magyarság tört, meg a magyar kultúra sincs fetisizálva, nincs abszolutizálva. Ezt hangsúlyozom mindig, hogy ezt is mindig az egyetemes értékrenddel kell megformázni, megtermékenyíteni ezt tehát a magyar értékrendet is. Tehát ezt mondom, hogy az egyetemes kultúra, a keresztény kultúra és az egyetemes metafizikai hagyományok alapján kell ezt. Tehát ez egy nagyon fontos úgymond üzenetünk, gondolatunk. Érpadakkal kapcsolatban. Az érpadaki modellel kapcsolatban nagyon fontos gondolat, hogy mi nem a szabadságot, pláne ezt a szabadosság értelmében értelmezett szabadságot valljuk, hanem ezt mondom, hogy ehelyett a szabadosság értelmezés helyett, amit mindig hangsúlyozok, hogy mindenki azt gondol, amit akar, mindenki azt mond, amit akar, és mindenki azt tesz, amit akar. Ez a nagy csodálatos találmány, ez a szabadosság. Ehelyett mi a rendet tettük a középpontba. Nyilván nem jelenti azt, hogy a gazdaság, hogy a szabadságot mi meg akarnánk tagadni, csak ezt mondom, a rend a középpontban van téve, hogy egy mondat akarunk, rend a lelke mindennek, ebből indulunk el, és mindig ezt hangsúlyozom, hogy mindig a rend vonatkozásába vizsgáljuk az embert, nem a múltjába, nem a jövőre, hogy mit ígér majd a jövőben, hanem mindig a jelenbe számít. A rendhez való viszonyába, a rendet egyébként is liberális nénik bácsi nem győzik állnak kiforgatni, megint hangsúlyozom, a rend az a jogszabályok által és az egyetemes kultúra által van definiálva, nem egyéni önként, meg ízléstel volt, meg ilyen harasságot állandóan összeírkálnak az újságjaiba, mégis lehet, csak az a baj, hogy érpadakhoz nincs köze. Tehát a rendet, az egyetemes normát, az egyetemes kultúra, amit nyilván itt Európában a kereszténység által lehet definiálni, és a jogszabályokban definiált normarendszer jelent is. Mindig ez alapján vizsgáljuk, az ehhez való viszonyát vizsgáljuk az embernek, és csak kétféle embert ismerünk, az építőt és a rombolót. Tehát aki a rendhez úgy viszonyul, hogy a rendet építi, erősíti, azt nevezzük mi építőembernek, és aki pedig a rendet állandóan lerombolja, a normákat megszegi, gyengíteni akarja, minden jogszabályt lehet eltaposni, eltörölni, aki ennek a jegyébe áll, ez pedig azt mondjuk, hogy romboló. És ez is nagyon fontos, hogy nem vagyunk közömbösek ebben a viszonyulásban, ez nagyon fontos, hogy az építőhöz mindig erkölcsi kötelességként érezzük, hogy úgy viszonyunk, hogy szövetséges, és segítsük a munkáját, mindig inspiráljuk, amivel tudjuk, támogassuk, a rombolóval szemben se vagyunk közömbösek, mindig ezt szoktam hangsúlyozni, hogyha a rombolóval bekapcsolatba kerülünk, mindig akarjuk korlátozni, akadályozni, fékezni, mérsékelni, de ez a hozzáállás, és egyébként ez is egy nagyon fontos tételünk, hogyha lehet, akkor mindig csírájába, tehát a rombolást mindig csírájába kell elfolytani, ha lehet, és mindig ezt is hangsúlyozom, hogy a kollégáimnak mindig elmondom, hogyha lehet, el kell dönteni, hogy ki mikor akar beavatkozni, akkor, amikor a gyufát meggyújtják, vagy amikor a kazaltűz, vagy amikor már az erdőtűz van, vagy amikor a településtűz. Minél később fogunk beavatkozni, annál nagyobb feladat és annál nagyobb probléma fog megjelenni. Tehát mi, mondom, az építő és a rombot is, mert ezt is állandóan félremagyarázzák, lehet csak az a baj, nem Érpadakról beszélnek, hogy mindig ezt mondom, hogy az építővel, meg a rombolóval kapcsolatban, hogy a törésvonalat, ezt nagyon meg kell érteni, ez nem szájkarata és retorika szintjén van nálunk az építő és a romboló, hanem ez kőkeményen a mindennapi gondolkozásunk. Tehát nem az számít, hogy cigány származású, vagy magyar származású, vagy arab származású, vagy kínai származású, ezt az országot építi. Itt a rendet erősíti, akkor építő, és erkölcsi kötelességünk segíteni. Tehát származástól függetlenül, tehát hogyha cigány származású, akkor is támogatjuk, hogyha magyar származású, úgymond, társadalmi rangtól függetlenül, és hogyha képviselő, hogyha rombol, akkor azt gondoljuk, hogy erkölcsi kötelességünk akadályozni, és őt lefékezni, hogyha meg is ezt is mindig ki úgymond forgatják, és néha Móresre tanítani. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, hogy a romboló, igenis Móresre kell tanítani.
Egy másik nagyon fontos, és például ez egy nagyon fontos része, hogy amit a Szuhai úr is itt, hogy itt köszönök, hogy hogy ezt egyetért vele, és nyilván ebből fakadó az, hogy például őt is, amikor engem gyalázott ott a TASZ-nak a videófilmjében, hogy én egy helyi őrült vagyok, én azt gondolom, ilyenkor a morzsatanításnak az az eszköze, hogy olyankor azonnal a jogeszközéhez fordulunk, nagyon-nagyon fontos, kettős mérce és pozitív diszkrimináció nélkül, ez is nagyon-nagyon fontos, itt állandóan elhangzik ez, a diszkrimináció, mert nincs diszkrimináció, pozitív meg negatív, mindig attól függ, hogy a diszkrimináció, hogy melyik irányba nézzük. Az, aki pozitívan éri a diszkrimináció, annak pozitív, aki meg kimarad belőle, annak mindig negatív. Tehát valójában ez is egy teljes állandó visszaélés van, mi folyamatosan egységesen kezeljük a jogszabályokat, és aki kártékony magatartást tanúsít, akkor nyilvánvalóan a jog eszközeivel, mindig ezt szoktam mondani, igyekszünk törvényszembesítési eljárás alá vonni, és nyilván annak megfelelően mindig szembesíteni a törvényekkel. Ez is egyébként a szólásszabadság egyébként óriási visszaélések vannak, állandóan azt látjuk, hogy a szólásszabadság nevében is örve alatt bármilyen gyalázkodás. Nagyon sok ember, nyilván liberális, neoliberális, ezt mondom mindig az anarchista, neoliberális szemléletnél, azért szeretik a szólásszabadságot mondani, hogy szabadon lehessen hazugságot állítani, szabadon lehessen gyalázkodni, szabadon lehessen becsmérelni és feketíteni embereket. Tehát valaki így kezeli a szólásszabadságot, mi nem így, mi azt mondom, vissza akarunk egy értékrend irányába fordítani a folyamatokat. Még érthetek a kapcsolatban az egyébként, hogy amit most hallunk itt ezekről a gyilkosságokról, a veszekedésről, és nálunk is így volt, nagyon szégyeltük, amikor a média előszeretettel vérpataknak nevezte. Vérpatakot egyébként 2000 évvel, tehát a 2000 körül, és akkor már elírták egy V-betűt, és azt zárójelbe tették a V-betűt, és így számoltak a vérpatak események, hogy nálunk is a két liter borérban, hogy gyilkosság, tehát Hollikné megölése, a tanár orbaverése, tehát ez minden úgymond, így emkett az egyik barátom, aki itt van szintén, ő mondta, hogy értetek egy szociológiai paradicsomot, és így gondolom, és egy nagyon fontos egyébként, hogy én értetekot úgy tekintem, mint egy nagyon rossz hasonlat, mint egy laboratórium, vagy még egy középkori hasonlat, mint egy operatóriót, tehát ez egy nagyon fontos az én szemléletemben, hogy írhatnak a liberális nénik, bácsik, a liberális szociológusok, amit akarnak, engem az érdekel, hogy mi működik a gyakorlatban. És ha működik a gyakorlatban, akkor ez egy nagyon fontos, a Bibliában egyetlen benne, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa, ennek is megdöbbenek, hogy a liberális ideológusok vonatkozásában egyszer egy barátom, a dromológus megkérdeztem, hogy igen, mondom, amiket ezek írkálnak, hogy semmi köze a cigányokhoz, amit írnak, amit az úr is mondott, semmi köze a magyarokhoz, semmi köze a többségi társadalomhoz, és akkor mégis ezeket írkálják ilyen milliós tanulmányokba, és azt mondja, hogy az nem szempont, hogy a gyakorlatban működik. Nálunk ez a legfontosabb szempont, hogy egy elv, egy gondolat, egy módszer működik a gyakorlatban, nem. Ha nem működik, akkor ki kell dobni, ha pedig működik, akkor meg kell védeni, ha a liberális ideológusoknak és a liberális favágóknak, akik az értékeket folyamatosan ki akarják írteni a társadalomból, azoknak tetszik vagy nem tetszik, akkor is. Jó? Egyébként, tehát amit akartam, hogy tehát mi ezt a liberális demokrácia nevű úgymond, világvallást, mi érted, akkor nem nagyon igyekszünk gyakorolni, tehát ha nagyon akarjuk mondani, akkor az érted, aki modellnek már ezt kérdezte, tehát többször mondták, hogy fogalmazok egy máshogy, mindig ezt szoktam mondani, hogy rendközpontú országépítés. Ez egy nagyon fontos része, mindig ezt is szoktam mondani, egy komplex antropológiai, társadalomtudományi és államelméleti modell, és nagyon fontos, itt számtalan szóba került itt, hogy gazdasági probléma, a gazdasági megoldás. Én mindig ezt mondom, itt ma nem gazdasági, gazdasági probléma is van, de ma erkölcsi, tudati és lelki válság van, és erkölcsi, tudati, lelki oldalról kell kezelni. Tehát mi a közösségből nagyon sok erőfeszítést úgymond végigteszünk azért, hogy az embereknek a gondolkozásmódját, a mentalitását és a lelki világát változtassuk. Ezt is nagyon sokszor tudom, hogy mi arra törekszünk folyamatosan, hogy az emberek igény szintjét, minőség szintjét, felelősség szintjét folyamatosan segítsük, nagyon nagy erőkkel úgy állunk hozzá, nyilván aki építő, hogy azt maximálisan megadjuk neki, és nyilván ez alapján mindig ezt szoktam hangsúlyozni, amikor a belső igény szintje megnövekedett, akkor a társadalomban ő eléri a megbecsültséget, utána ez a megbecsültség újból erősíti az ő önbecsültségét és igényszintjét, és a társadalom erre a pályára kell ráállítani, tehát hogy folyamatosan az igényszint növekedjen, ebből származol egy önbecsültség, abból egy megbecsültség, és ez így oda-vissza menjen. Még egyébként még egyet akartam, amit mindig is oda befejezem, akkor nagyon sokat szeretek is erről beszélni, tehát
amit mi hangsúlyozunk, mindig mondják, hogy a tudás és a munka világa, hogy ez az integráció útja. Ez nagyon fontos, matematika tanárként szoktam mindig mondani, ez szükséges feltétel, de nem elégséges feltétel. És mindig ezt hangsúlyozom én még, hogy a cigány közösségemből is a minőségi differenciást el kell végezni, és az elvetemült bűnözők, nyilván a magyarságon belül, meg a politikában is én ezt gondolom, hogy ott is ugyanezt kell csinálni, tehát el kell számoltatni azokat a bűnöző polgármestereket, akik nem megfelelően kezelték a vagyon, stb. Tehát ezt mondom mindig, hogy azokat az elvetemült bűnöző rétegeket igenis kőkeményen kell a törvénnyel szembesíteni. Mert azokban az esetekben nem hat a szép szó, nem hat a meggyőzés ereje, és igenis olyankor ezt nem merik kimondani, sosem mondják, azt mondom, igenis olyankor kell egy megtorló erejű szankciórendszert bevezetni. Mert van, akinél ez hat. És ezt mondom, hogy ezt mi bevezettük, és mindig, hogyha néhány embernél ezt alkalmazunk, akkor azt mondják, hogy mit tudom, hogy milyen fasiszták, meg rasszisták, meg nem tudom mik vagyunk. Mi ezt nagyon szépen vállaljuk, mert mindig meg kell nézni, hogy milyen esetben alkalmazunk a szankciót, és mindig be tudjuk bizonyítani, akárhányszor jelentettek már fel, soha nem volt ebből semmi probléma. És még egyet akkor már ezt tehát a médiával kapcsolatban, ez egy óriási probléma, ami a mi gondolkozásunkat jellemzi, hogy a média csak kétféle módon enged a vélemény diktatúrájával, kétféle módon enged beszélni. Az, hogy a cigányságról amblok, vagy elítélőleg kezeljük, vagy ilyen, így mondom, ilyen álhumanista módon védelmezünk. És mindig én ezt mondom, hogy mikor megkérdezik, hogy beszélünk a cigányságról, és melyik rétegről, valamint a beilleszkedő rétegéről, vagy a bűnözők kárték a romboló rétegéről. És mindig ez is egyébként... Köszönöm szépen én csak ezzel egy mondatot, tehát azt mondom, és a liberális véleménydiktatúra csak azt engedi, hogy vagy úgymond most a cigányság, zsidóság, rendőrség vonalában is mindig, hogy vagy elítélőleg, ő felveszi mindig a humanista védőszerepet, és a másikra meg állandóan ki akar osztani a rasszista és negatív szerepet, azt mondom, hogy ebből nem kérünk, tehát azt mondom, hogy ezt a játékot nem szeretjük egyébként. Játszani hibán hiába valakinek az nagyon tetszik. Köszönöm szépen! Megkérdeném Dr. Herbe Istvánt, hogy...